Egy 60 éves épületbe települt ki a Jós András Oktató Kórház pulmonológiai osztálya a Sóstói úti telephelyre. Egy évvel ezelőtt életveszélyessé minősítették az épületet, amikor a vízes blokkban leszakadt a plafon. Akkor döntöttük el, hogy minden segítséget megpróbálunk megadni a kórháznak, meg a betegeknek, hogy minél hamarabb ez a felújítás megvalósulhasson. Szerencsére nagyon gyorsan, azt kell mondjam, a mai időszámítás szerint egy év alatt teljesen a döntéstől a közbeszerzésig, a kivitelezésig ennek az egész osztálynak a felújítása megtörtént. Közel 200 millió volt az egész kórháznak a felújítás, ennek az osztálynak a felújítása. Ebből mi 140 millió forintot adtunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a többit a kórház saját forrásból tette hozzá. Nyilvánvalóan szeretnék többet adni, de hát rengeteg kórházunkon, és azért el kell osztanunk azokat a lehetőséget, a pénzt, hogy mindenkinek oda jusson, mert azért mindenkinek van feljutató osztálya. De ez az osztály, azt kell mondjam, ahogy én láttam egy évvel ezelőtt, ez gyönyörű lett. Ennek köszönhetően a dolgozók is sokkal méltóbb körülmények között folytathatják a gyógyító tevékenységet. A beruházás nem csak komfortosabbá, hatékonyabbá is tette az itt folyó munkát. Egy úgynevezett Viszmajor keretből sikerült forrást nyernünk. Ez az egész építkezés, illetve felújítás, ami lebonyolódott, itt nyilászárócserék, burkolatcserék, új vizes blokkok kialakítása, azoknak a felújítása, statikai megerősítése, hisz itt erről is szó volt, egy nagyon komoly építészeti tervezési munka előzte mindezt meg, és ez közel 200 millió forintos összegben valósult meg, ebből durván 150-et az ÁK biztosított, ebből a Viszmajor, a másik 50-et pedig az intézmény saját erőből tettük hozzá. Többek között ilyeneket, hogy nővérhívó, tehát a betegbiztonságnak elérése és a biztosítása céljából. A megye egyetlen tüdőgyógyászati osztálya a nyíregyházi, ezért évente több ezer embert látnak itt el a szakemberek. Most jelenleg 72 betegünk van, és 111 ágyas a kórház. Az őszi, téli és tavaszi időszakban viszont gyakorlatilag 100%-os ágykihasználtsággal megyünk, tehát akkor tele van 111 ágy, szinte színültig van. Átlagosan 2-3 ezer beteget forgatunk meg egy hónapban. Viszonylag rövidek az ápolási napok, 6-7 napra jön ki egy aktív beteg ápolási napja. Terápiás szinten gyakorlatilag bárhol megfelelünk, bárhol, bármelyik, az ország bármelyik részén rendelkezésre álló terápiának. Mi is ugyanúgy tudjuk adni azokat a terápiákat, sőt immunterápiában a tüdődonatosok tekintetében az elsők között vagyunk. A felújítási munkálatok 4 ütemben valósultak meg. A tervek szerint pedig hamarosan a Jós András Oktató Kórház újabb részlegei újulhatnak meg.